Szentegyháza két település, Szentegyházas falu és Szentkeresztbánya összeolvadásából keletkezett. Szentegyházas falu határának nagyobb részét a Hargita hegy oldala képezi. A településről szóló legrégibb említés 1301-ből származik, Oláfalu néven 1406-ban említik a dokumentumok. Később a kiváltság levelekben Szentegyházas Oláfalu néven szerepelt. A település keletkezéséről és elnevezéséről többféle történetet ismernek a helyiek. A hiteles okiratok hiányában számos elképzelés létezik eredetére és elnevezésére vonatkozóan. Egyik sem bizonyítható, az viszont biztos, hogy Udvarhely és Csík között fontos kereskedelmi és hadi út vezetett a kiterjedt erdőségen át, és ezeken a területeken az utasok testi épségét gyakran vadállatok és a törvény elől bujkáló rablók veszélyeztették. Ezért feltehető, hogy védelmi célból alapították a települést és a szomszédos kápolnás falut. Később a lakókra az a feladat is ráhárult, hogy a futárokat és az állami postát fegyveresen kísérjék Csíkszeredáig. Ennek fejében a történelem folyamán számos kiváltságjogot nyertek, mind az erdélyi fejedelmektől, mind pedig a magyar királyoktól. A múltban Szentegyházas falu lakói leginkább erdőgazdálkodással foglalkoztak, mellékfoglalkozásként pedig az állattenyésztés is meghonosodott. A gazdálkodási formákat a helyi adottságok határozták meg. A város másik részének, Szentkeresztbányának a keletkezése a vasművességhez köthető. A vasgyárat 1836-ban indította el Gyertyánffy Jónás, akkor rakták le az első kalapáccsal felszerelt hámor alapjait, és kezdték meg a termelést. A vasércbányászat, a vasolvasztás és a vasfeldolgozás fontos szerepet játszott az itt élők életében. A környék lakosságát ellátta a gazdasághoz szükséges vaseszközökkel, valamint az oláfalvi fűrészmalmoknak biztosította a felszerelést. A Közép-Európában egyedülálló vasverő műhely a vízhajtó erejére épült, a Kishomorod és Vargyas patakok medrének szakszerű átalakításával. Jellegzetessége, hogy vízkerékkel hozták működésbe a kalapácsot, szerkezete fából készült. A kalapács méretének és súlyának hatékonyságát szabadeséssel használták ki. A nyersvasat szénnel hevítették, a tárgyakat kimondottan kovácsolással alakították. Nem csak a vasverő működése, hanem az ott készült szerszámok is különlegesek. A gyár több mint másfél évszázados múltja során a legtöbb hámor 1929 táján dolgozott. Szentegyházáról köszöntöm nézőinket. Szentegyháza elsősorban a vasüzemről híres. Sajnos mára már nem működik. Viszont volt szerencsénk körbejárni a települést, és megtudtuk, hogy rengeteg minden működik itt. És elég aktívan. Kérem szépen, tartsanak velünk! Polgármester úr, hogyan lehet megszeretni Szentegyházát? Megszeretni? Nehezen lehet megszeretni. Több mint 160 helyiségből jöttek ide emberek, telepedtek le, főleg a városnak a városi részén, mert két részről beszélünk. A felső rész az a, úgymond, nagy falu rész, ahol az őslakók vannak, és van a város rész, ahol a lakosoknak a többsége vasüzemnek az aranykorába érkezett ide. Ahányfajta ember, annyi fajta gondolkodás, és nem könnyű, de ugyanakkor kihívás bárki számára, aki egy ilyen multikulturális közösségbe akar idejönni, és az emberekkel megismerkedni, meg esetleg beilleszkedni a társadalomba, az ittenibe. Ha gazdasági szempontból kéne beszélni mondjuk Szentegyházáról, mi lenne az, amit inkább kiemelne? Van, amit kiemelni, sőt, nagyon fontos erről beszélni, mivel a forradalom után Szentegyházát, magát a várost
nagyon súlyosan érintette ez a változás, hisz az egész város forradalom előtt egyetlen egy vállalat körül épült fel, ahogy említettem, akkor mikor volt a városnak az aranykora, a Szentegyházi vasüzem. Na most, mind ahogy a vasipar dél-kelet-európai országokban, de Romániában különösen, ugyanúgy a Szentegyházi vasgyár is megomlott, nagy része Ócskavasba került, és az itt dolgozó körülbelül 2500 emberből jelenleg most egy rövid ideje dolgozik még egy pár tíz ember. Ami abszolút nem elég szentegyházi családoknak, hogy megélhetést biztosítsák saját maguknak. És ezért a terep, a terület megvolt, hogy a kisvállalkozásnak bújjanak elő. Ami a városnak ellenben, a lakosoknak jó, bőven hoz jövedelmet, az a turizmus, a falu turizmus. Székelyeknek, a Szenthegyének, Hargitának a lábánál található a város. Tőlünk megy fel a turista csoportoknak a sokasad a sorozata egész év folyamán, és a tájak persze csodálatosak és gyönyörűek. Szentegyháza környékén több mint 15 forrás, borvízforrás található, és aki a Madarasi Hargitára ellátogat, az mindenki Szentegyházán keresztül megy, és így megismeri a helyiségünket is. Eljönni és részt venni a Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertjén, azt mondhatom, hogy az ide látogatóknak egy életélmény. Amúgy a városnak a kulturális élete nagyon bőséges programot biztosít az egész év folyamán, és ez az egész a gyermekfilharmónia tevékenysége körül épül fel. Milyen tanácsot adna mondjuk egy fiatal párnak, aki esetleg ide szeretne költözni Szentegyházára? Tekintettel, hogy a munkahelyek létezése elég szűk jelenleg Szentegyházán, ezért én a helyükben lennék, gondolkoznék, hogy minél kevesebb pénzből, minél jobb ötletet találjak ki, és egy ügyes kis vállalkozást indítsak el Szentegyházán. Az, ami esetleg szükséges a szentegyháziaknak. Most nem fogom én ezt az ötletet megadni. Ugyanakkor lakást Szentegyházán aránylag olcsón lehet megvásárolni, de a megélhetésnek ez a legfontosabb dolga, hogy munka legyen, termeljen valami pénzt hozzon, és ezért egy jó kis vállalkozást ajánlanák nekük. És hogyan látja, vagy hogyan szeretné látni, inkább erről beszélünk, mondjuk 150 év múlva Szentegyházát? Én szeretném, hogy ne lássam 150 év múlva Szentegyházát, de hát 150 év múlva nem lehet tudni, hogy mi lesz ezen a világon. A közel jövőről beszélve ellenben, Szentegyházának a jövőjét azt fogja meghatározni, hogy ide munkahelyeket fogunk-e tudni hozni. El kell fogadjuk mindannyian, hogy Hargita megyében és az egész országban a kisvárosok vannak gazdaságilag kitéve a legnagyobb gondoknak, de Hargita megyében a kisvárosok közül is Szentegyháza az egyik, melyik legjobban ki van téve nehézségeknek, mivel hogy egyedüli egy vállalat körül épült fel a város, olyan vállalat, melyik nem működik. Tehát ezért munkahelyeket látok a közeljövőbe, hogy fognak ide létesülni, akkor esély lesz arra, hogy a szentegyházi emberek, a fiatalok főleg ne külföldön, ne idegenbe keressék meg a boldogulást, hanem próbálnak itt maradni. Ellenkező esetben egy előregedő városról fogunk beszélni, Szentegyházáról.
A város büszkesége a gyermekfilharmónia, vagy ahogyan a helyiek nevezik, a Fili. Az együttes több mint 25 éve alakult a Szentegyházas falvi Márton Fiános iskola tehetséges diákjaiból. 1982. júniusában a hagyományos tanévzáró iskola ünnepi alkalmával a Hás Sándor zenetanár által betanított amatőr iskolai részfúvós együttes, vonós együttes és iskolakórus közösen szólaltatott meg pár részletet ismert klasszikus művekből. Az egyedi hangzás és a nagy közönség siker az új keletű együttest további munkára ösztönözte. A 140 diákból álló együttes 1983-ban vette fel a Gyermekfilharmónia nevet, és azóta is az eredeti létszámmal működő kórus és zenekar évente 20-30 alkalommal lép közönség elé. Rendszeresen szerepelnek erdélyi kis- és nagyvárosaiban, 90 óta minden nyáron külföldi hangverseny körútra utaznak. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia egyik próbatermében vagyunk. Mi az, amit tudni kell a Szentegyházi Gyermekfilharmóniáról? Ez a zeneterem, amiben ülünk, tulajdonképpen 82 óta, tehát már 32. éve szolgálja a zenét. Ez tanulók házának az egyik nagy terme. Azelőtt kartingterem volt, ha jól emlékszem. Aztán 82 óta itt tanítom a fúvós és vonós hangszerekre a gyerekeket. Hát itt gyártjuk a Filit ebbe a terembe tulajdonképpen, de ennek a teremnek tulajdonképpen a testvére, ezen az emeleten az első terem, az egy nagyon szép festett bútorokkal berendezett másik szintén ekkora terem. Ott szoktam tartani a kórus órák egy részét. Nagyon híres a Gyermekfilharmónia, és közéleti funkciója is nagyon, nagyon erős. Nos, miután alapítvány lettünk, elkészítettük a múzeumszállót ennek az épületnek a padlásterén, és beindítottuk a gazdasági tevékenységünket is, hiszen a pionírkorszak megszűnt, és hirtelen ott maradtunk infrastruktúra nélkül, hiszen 90-ig a gyerekek mozgását a táborigazgatóság és az országos pionírszervezet tudta finanszírozni. 90-től tóva felé lettünk a saját magunk gazdái és urai, és így tudtuk megteremteni azt az összeget, amivel a Gyerekfili tudott kiszállásokra járni, hiszen egy együttest, egy kórust vagy egy zenekart elsősorban a közönség élteti, az viszont el kell menni és a közönséget megkeresni és muzsikálni nekik. Nos, fokozatosan kitágult előttünk a lehetőség, más irányba is próbálkozzunk, nem csak zenével, így 98-tól, tehát 16. éve bútorfestés tanfolyamokat tartunk minden tavasszal. Népdal vetélkedőket, népdalgyűjtést folytatunk évi rendszerességgel, és szintén évi rendszerességgel megszervezzük a primás képző és tánctábort is a gyerekek számára. A huszár mozgalomnak alaptagjai lettünk. A légkör, a butorzat, ami itt van, nagyon gyönyörű. Hogyan jött az ötlet? A butorzat és a festett bútorok szeretete az nem mai keletű, hiszen édesapám is néprajzos volt, illetve nagyapám házrezső az Székelyudvarhelyi Múzeum néprajzi részlegét gyűjtötte össze ezelőtt majdnem 100 évvel, és így a családban talán öröklődött a festett bútorok és a szőttesek és a népviseletek iránti ragaszkodásom. Úgyhogy a szállócskának a folyosóján berendeztünk egy néprajzi múzeumot, illetve a bútorfestő táborok hatására egyre több festett bútor jelent meg itt az épületben. Ez a millió, ez a látványos környezet a turizmusunknak is nagyon használ, hiszen
aki ide betéved, az egyből itthon érzi magát, és örvendek, hogy elsősorban ezt magamon érzem így, de a vendégeken is látom, hogy otthonos ez az épület, és szeretnek itt lenni. Ugyanígy a gyerekek is szeretnek itt lenni. Itt a nagyszüleik környezetében egyből feloldódnak, és ez a tanár-diák viszony, ez inkább olyan apa-gyermek, vagy nagytata-unoka szintre nem esül. Voltunk egy kalandparkban is. Mi az, amit erről tudni kell? A Fili 25 éves évfordulóra vásároltunk egy alapítványi vendégházat. Erre már nagyon szükség volt, hogy legyen kulcsos háza, nagyon privát, nagyon kedves barátainknak, akik segítenek rendszeresen rajtunk. És hát ennek az épületnek a csűr részével nem tudtam, mit kezdjek. Fokozatosan romlott le, hiszen nem volt állat, nem volt benne mozgás. Úgyhogy elhatároztuk, hogy a szénapadlásából berendezünk egy csűrkalandnak nevezett kis játszóteret, vagy elvarázsolt kastélyt, vagy ki hogy nevezi. Mi a divatos kalandpark nevet adtuk neki, de világérse ez a tiroli pálya jellegű, hiszen van benne pofozógép, meg különféle labirintusok és kötélhinták, úgyhogy inkább egy olyan bohó kis játszótér, amelyikhez az ékelügyesség is meg erőnlét. Gyerekek körében nagy harsány sikere van, és a pirospont rendszert lehet itt tovább éltetni, tehát akinek zenéből 4 pirospontja kigyűl, az a kalandparkba jogosult egy fél órát eltölteni, illetve akinek zenekari próbákról nincs hiányzása, vagy kellő szorgalommal viszonyul a hangszer tanulás irányt, az is a kalandparknak a vendége lehet. Hol lesz a következő fellépés? Mi lesz? Következő fellépésünk Borszéken lesz. Egy volt filis tag, trombitán tanult volt, Balázs Tibike, ő ott a kántor, és katolikus templomot építettek Borszéken, és ez most nagy dicsőség számukra. És ennek az avatására február 9-ére meghívták a gyerek Filit, úgyhogy már készülődünk egy templomavatós műsorral, és valószínű akkor ott leszünk. A Fili évente több rendezvényt szervez. A legismertebb ezek közül a Filharmónia napok, melyet minden év májusában tartanak. Szentegyháza zenei ünnepén erdélyi és magyarországi zeneiskolákat, valamint zenei múlttal rendelkező gyermekegyütteseket látnak vendégül. Esténként hangversenyt, táncházat, napközben pedig vetélkedőket, versenyeket, gyalogtúrákat szerveznek. Szentegyházán a huszárhagyománynak hatalmas múltja van. És ezt fogjuk megtudni, hogy miről is szól Szentegyházán a huszárság. Ez a huszárság, ez azt hiszem, hogy Szentegyházan, ami történik, ezt én a szüleimnek köszönhetem. Minden arra úgy akartam, hogy katolikus pap legyek. Hát nekem a maga viseletem nem annyira jó volt, másképp jó tanuló voltam, de ez emiatt Márton Áron nyugodjék püspök úr azt írta vissza válaszul. Meg kellett írjak egy önéletrajzot, hogy nagyon jó a tanulmányi eredmény, a maga viseletén még, ha tudna változtatni, akkor a következő évben megpróbálhatna. Mivel, hogy hivatást éreztem, tehát katolikus pap nem sikerült, hogy legyen belőlem, nem is baj. Így éreztem, hogy szükség van, hogy tegyek valamit. De valahogy úgy, hogy a fiatalok körébe adjam tovább azt, amit kaptam. Olyan lelkesen jöttek a fiúk, lányok egy páron, hogy csak kérdezték Jóska bácsi, mit csináljunk, hogy akarja, mint betanulták verset, szöveget, ami kellett. Következő évben kezdtünk bővülni,
Csináltattunk egy-egy csákót, ugye, ahogy elmondtam, hogy fehér-fekete színnál legyen, és a székely népviseletbe öltöztünk Attila kabáttalba. És hát így minden évben kezdtünk egy ilyen szerepet lejátszani, hogy a gyermekeknek többet adjunk, mivel hogy a háztanár úrral ugye 90-től mindig megünnepeltük a március 15-ét, a gyerekeknek így egy-egy fagylaltot, a kicsi gyerekeknek, aki még beütözött székelyruhába, az kettőt, még a tanár úr felajánlotta, hogy még egy tízest is ad, ha jól énekelnek. És akkor úgy gondolkozgattunk, hogy mégiscsak többet kéne adni, hogy ne fagyoskodjanak azok a gyerekek. És akkor a helységen hosszan vonultunk, és lejátszottuk például az 1849-es augusztus 13-ai fegyverletételt. Hát ez olyan sikert aratott tényleg, az asszonyok kijöttek, kürtős kalácsot süttek, legalább 2-3 helyen megkínáltak borra, tehát ez egy olyan mozzanatot, hogy láttam, hogy azért... Gondolom az egész közösséget megmozgat. Igen. Megéri annyi örömkönnyet kicsavarni az embereknek a szeméből. Így általában az utcán megyek, és minden kicsi gyermekhez hozzaszólok, mi szeretné lenni, kicsiká azt mondja, hogy ha megnőlök, akkor hutyár. Ja. Tehát ő már tudja, hogy ha egy szép lóra felülhet, egy húsz ruhát, ha felvehet, és hosszan menjen a helységen, az egy nagy dolog. Láttuk, hogy a huszároknak itt Szentegyházán van egy külön zászlójuk. Mi az a... Mit kell tudni erről a zászlóról? Tehát, mint mindig, minden ezrednek volt egy zászlója. A zászló az ugye az abban állt, hogy akkor nem volt hangos bemondó, telefon, tehát a parancsot adták, továbbították, a zászló is mindig a parancsnok mellett ment, a kapitány mellett. Ha a zászló elesett, akkor a csata elesett. Nekünk minden felvonuláson, minden megjelenésnél ez a zászló nekünk nagyon fontos. Aki huszár szeretne lenni, az 3 évig minimum kell jöjjön velünk, besegít, mert sok a háttérmunka, ami nem látszik, de annélkül nem működik. És 3 év múlva akkor van egy titkos szavazás. Tehát minden huszár kell szavazzon, hogyha valaki nem már szavaz, akkor nem tudjuk felvenni. Mi az, amit üzen a huszároknak világszerte? Én a huszároknak azt üzenem, minden helység, ezt most inkább Erdélyre mondom, szervezze meg a huszárcsapatát, mert ez a nemzetőrség. Most nem olyan tekintetben kell gondoljuk, hogy most ebből harc lesz, vagy nem. Nem, mi léteztünk, és még egy annyit itt szeretnénk lenni. Kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk. Kétnapi látogatásunk során megismertük valamennyire Szentegyházát, tehát bátran ajánlom azt, hogyha tehetik, mindenképpen látogassanak el ide. Szentegyháza híressége vagy büszkeségei közé tartozik a termál strand is. Ha tehetik, nyáron mindenképpen látogassanak el oda, mert megéri. Én köszönöm szépen figyelmüket, és remélem, hogy jövő héten is majd velük tartanak.